ستيل فاكتور دي حاجه كانت számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a mi koratjában itt üdvözölhetjük az örvénykörösséget. És ott, amúgy, pont ott van egy kép, ami az első király felajánlja Máriának az országnak, a koronának a képében. Tulajdonképpen itt lehet a klasszikus ikonokat látni, ezek olyan, mint egy régen házi áldatosságnak a házi eltakosságnak, házi imánságnak a törvények is, a magyar örvények, a magyarországi örvények. A Maros mentén Erdélyben. A Maros ez egy folyó. És a törvények mindig nagyon öntudatos magyarok is voltak az örvénységük mellett. Én Kánakom, Itt láthatók a Jézus Krisztushoz, illetve a keresztelő Szent Jánoshoz kapcsolódó. Itt vannak azok a bizonyos azok a hármas fénykeresztek, amelyek a keleti kereszténységre annyira jellemző. Azok az orosz ábrázat, tehát orosz keleti jegyek megtalálhatók rajta, amelyek... Az Ádám koponyája, Itt vannak a különböző szentekhez készült ikonok. Kardészi. Például a Szent Miklóshoz készült ikonok. Ezt a történelmet megosztottad vele, és azt is köszöni, hogy ilyen jó kapcsolatban közvetetek és az örvények közül. Ezt tovább is szeretném átolni. Itt van egy miseború, ez egy miseború. Ez pedig egy Aldum Rólum, ebben angolul is lehet olvasni a történelmükről. Akkor ez ingilizán arra. Úgyhogy csak itt egy remete szent arra utassunk, hát hogy jelenleg itt van már. Szeretnék én, hogy imádkozzál érte és értőkön azért, hogy Magyarország mit vannak, és szeretnék. Én ezt nagyon szeretném. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy legyen az. Speciálisan őért, hogy imádkozzál. Én nagyon szeretném ezt. Itt van éppen remete szent, amikor imádkozik ott a remetességében. Ember bóla. Nem egy masszit. Köszönöm, ember. Kedves kérdés, hogy a fogjuk szeretni. Nagy szívesen. Nagy tiszteletben és szeretettel. És kedves Ákos, hogyha az jár.